Biztonságosabbá válik a Bagi csomópont. Több mint 670 millió forintos beruházásból körforgalmat alakítanak ki a nagyközséghez közeli főúti csomópontnál. A költségeket a kormány állja költségvetési forrásokból. A Bagi csomópontban számos baleset történt 2008 és 2012 között. Ketten meghaltak, öten súlyosan megsérültek. Szadán az önkormányzati képviselők ajándékcsomagot adtak át az időseknek, rászorulóknak, a nehéz körülmények között élő családoknak december 20-án a régi Varroda épületében. Több mint 400-an kaptak csomagot. A költségeket a szadai képviselőtestület tagjai állták. 60. születésnapját ünnepelte a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola decemberben. Az ünnepséget és a nívós gálaműsort a Művészetek Házában tartották meg. Az iskola igazgatója, Varga Ildikó beszédében hangsúlyozta, az igényesség és a lelkesedés az iskola történetének minden korszakában jelen volt.